Kedves testvérek, legalább életünkben egyszer elhangzik az a kérdés, tudod-e, ki vagyok én? Jézussal kapcsolatban történik ez egyszer, de nem így, ahogy most mondta, hanem egy kicsit másképpen. Egy idő után Jézus fölteszi egy kérdés. Mit mondanak az emberek az ember fiáról? És akkor az apostolok, ahogy tudjuk, válaszolnak. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Illés proféta, vagy Jeremiás, és valamelyik más proféta, tanító, meg egyéb válaszok adnak. Krisztus meg tovább megy, és fölteszi a kérdést, hogy és ti, kinek tartotok engem? Természetesen a lélektől indulva, vezérelve Péter mondja, hogy te vagy az Isten szentje, a Mesiás. Nagybőti időszakban vagyunk. Talán nagyon fontos ezen a kérdésen elmélkedni, hogy kivel van dolgunk. Kicsoda nekem személyesen Krisztus? Európában sokkal inkább fontosabbnak is tartom. Ez nem azt jelenti, hogy máshol nem, de nekünk sokkal fontosabb itt most, hogy tudni kell, kivel van dolgunk, kicsoda nekem, számomra Krisztus. Egy másik szemlélet, ez pedig, amikor nagyon mérgesek vagyunk, szoktunk mondani, hogy tudod-e, ki vagyok én? Majd megmutatom, hogy ki vagyok én, meg ilyen. Az ilyen jellegű gondolat talán nem Istentől jön, mert az nem tanító jellegű, hanem az pusztító erővel van, azt mi tudjuk, az haragtól. Vagy éppen egyfajta gőgtől fakad. Érdemes most ezen a különbségen egy kicsit elgondolkodni. Amikor megalázzuk magunkat, egyébként megtaláljuk önmagunkat, nem csak önmagunkat, hanem Krisztust is. Kicsoda számomra Krisztus, mert ő azért jött, hogy áldozza fel az életét, nem neki szolgálja, hanem ő szolgáljon. Tehát egyfajta alázatra neveli bennünket. Ezen a napon, ezen egy gondolaton elmélkedünk. Adjon Isten egy szép napot!